Köszöntöm Önöket! Nem vagyunk biztonságban, legalábbis ezt mondja mindkét szakértő a mai adásban, mert hogy azt járjuk majd körbe, hogy milyen a biztonságpolitikai helyzete Magyarországnak, és mi történik körülöttünk, illetve a világban. Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter lesz az egyik vendégünk, aki úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor történelmi hibát vétett akkor, amikor pár évvel ezelőtt leépítették a honvédséget, és most ezt próbálják korrigálni, szerinte nem helyesen. Elmondja majd, hogy miért. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő pedig úgy fogalmazott, hogy bizony számítani kell Európán belül is majd merényletekre ebben a 2024-es évben. Kiderül, hogy miért, tartsanak velünk. Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter a vendégem, köszöntöm. Jó napot kívánok! Évelei első adásunk van, úgyhogy egy picit én még összegeznék önnel, hogyha lehet, a tavalyi évről is, és aztán persze tekintsünk előre, nyilván a honvédelem szempontjából. Azért a tavalyi évben, hát mondhatjuk azt, hogy a magyar honvédelem tekintetében nagyon mozgalmas évünk volt. Volt minden, hogyha így utána néz az ember, és sorolok mondjuk topikokat, hogy kezdve attól, hogy mondjuk a tiszteket elküldték, meg azokat, akik mondjuk NATO-kompatibilis szakértők voltak, odáig, hogy azért mindemellett egy nagyon komoly toborzás is zajlott, vagy legalábbis megpróbált toborozni a honvédség. Brutális pénzeket osztanak az újonnan felvetteknek, ugye speciális területekre. És akkor van külön egy haderőfejlesztés, amiben benne vagyunk, de úgy tűnik, hogy fogyóban van a pénz, szóval helyezzük egy kicsit képbe a nézőket, hogy ön hogy látja, most 2024 elején hogy áll a magyar honvédség? Ön nagy baj van. 2011 és 2018 között számomra teljesen értetetlen okból az Orbán kormány visszafejlesztette a magyar honvédséget. A költségvetésének egyharmadát vonták el. Volt olyan év 2015-ben, amikor 0,85%-a volt a védelmi költségvetése a GDP-nek. Ez Luxemburgéval azonos nagyságú, azon a különbség volt, nincs hadsereg, csak simán megveszik a védelmet. Ezt maga Orbán ismerte el most Franciaországba adott interjújában, hogy 4 éve kezdték el a visszapótlást, és elfogadtak akkor egy grandiózus tervet, 2018-ban és 2019-től elkezdték bepótolni a kihagyott 8 évet, szerintem hibás koncepció alapján. És ami zajlik, az egy szájkarate. Azt mondják, hogy megvesszük a vaskupolát. Nem vesszük meg a vaskupolát. Rizskitöltő radarokat veszünk. Azt mondják, hogy 4000 katona jelentkezett az elmúlt évben. 4000 főt regisztráltak katonának, tisztiskolásnak, őrzővédőnek és alkalmazottnak. Ezért mondom, hogy nagy a baj. Akkor szálazzuk szét a sztorikat. Kezdjük akkor ezzel, hogy mennyire van szakember hiány ezen a területen. Ugye egyfelől akkor ezek szerint hiányzik a rendszerből katona, másfelől van, aki egyébként már azt is mondja, hogy vissza kéne hozni a kötelező katonasságot. Erről például mi az ön véleménye, hogyan látja? Ebben nagyon egyértelmű az álláspontom, katonák véleményére alapozva. A sorozott katonai állománnyal azt a technikát használni, ami kell és ami van, nem lehet. Nem tudják. Ahhoz 2-3 év kell, mire megtanulnak egy eszköznek a használatát. Most valakit bevonultatnak 6 hónapra, vagy akár 12 hónapra is, azt nem fogja azt megtanulni. Tehát annyira moderné vált egyáltalán mindenféle katonai művelet, elektronikai szempontból, fizikai, gépészeti, minden szempontból, hogy ez nonsens. Arra viszont szükség van, hogy legyenek katonák. Tehát, hogy minél többen vállalják ezt a hivatást, ezzel lehatott mindaz az intézkedés, ami tavaly volt, az 45 év fölöttiek elbocsájtása, az, hogy relativizálták a katonai pályát, hogy te ugyan katonatiszt vagy, de lehet, hogy elküldünk. Az, hogy olyan helyeken személycseréket hajtottak végre, ahol nem pótolható azonnal a tudás, ez minden lenne hat annak, hogy valaki 30 évesen vagy 20 évesen ezt egy pályának válassza. Ez is mutatja, hogy nagy a baj. No, de akkor mi az oka ennek a kettősségnek, hogy egyfelől nyilvánvalóan akkor most már ezek szerint a jelenlegi magyar kormányzat is úgy véli, hogy szükség van katonákra, haderőfejlesztésre, ugyanakkor meg mellette zajlik egy kvázi leépítés. Alkalmatlanság. És ez... Jó, de hogyan magyarázza? Miért küldik el ezeket a
teljesen észszerűtlen. Pont Vadai Ágnes fogalmazott, úgyhogy NATO-kompatibilis katonák. Teljesen észszerűtlen, személyes ellentétek, kivagyiságok, hatalmi harcok, amik lehetnek el mögött, de ez tragikus. De az egésznek az eredete az a téves koncepció, amely 2011-től érvényben volt, hogy hát majd valahogy megússzuk. És a világ közben megváltozott. Én nem gondoltam volna, hogy a mi életünkben ilyen mélységű konfliktusok lesznek, mint az orosz agresszió, vagy a közel-keleti helyzet, a Hamasz támadása. Nem gondoltam volna, hogy ennyire instabilá válik a világ, hogy Iránban ilyen robbantások legyenek, vagy hogy Belorussziában tízezreket csukjanak be börtönbe. Tehát ez egy megváltozott világ, és én azért csodálkozom Orbán Viktoron, akit egy jó képességű embernek tartok, és éleseszű embernek, hogy ebben történelmi szinten mellé nyúl. Történelmi hibát vét, olyan, mint Horthy, mikor Németországhoz csatlakoztunk. Ugyanolyan mellékútra viszi Magyarországot, és ez a zavardótság, ez egyébként ennek a következménye. Mert a katonák viszont pontosan tudják, hogy mi a helyzet. A NATO-ban, mindennapi egyeztetésekben, együttműködésben ők kristálytisztán látnak. Ez a politikai vezetés hibája, nem a katonáké. Egy elhibázott döntésről beszél még, sok évvel ezelőttről. Egyébként ezzel kapcsolatban több biztonságpolitikai szakértő is azt mondja, hogy nem csak Magyarország, egész Európa elaludt, amikor elhittük azt, hogy béke lehet, ők így fogalmaznak. És akkor mindemellett ugye jött egy kvázi felébredés, akkor hívjuk ezt így, ugye 18-19-ben. Ez is egy elhibázott irány? Részben, igen, részben nem. Itt azért az ember nagyon óvatos, mert nem biztos, hogy minden információt a nyilvánosság előtt kell kifejteni, hiszen ezek egy jó része össze is függ a biztonságunkkal, de amit lehet. Teljesen indokolt a légtér ellenőrzés. Teljesen indokolt annak a fejlesztése. A légvédelem fejlesztése, hiszen Magyarország elsődleges kockázati tényezője a légtérből érkezhet. Itt is van persze egy pici kehéje a dolognak, mert ezeket a bizonyos nem vaskupolát és kitöltő radarokat azért kell megvenni, nagyon drágán, mert a harmadik NATO radarállomást az Orbán kormány egy völgybe építette fel, ahonnan nem lehet az egész légteret ellenőrizni, ugye áramszögelés van, kettő jó helyen van, a harmadikat elcsészték. De mégis ez egy kulcsfontosságú dolog. És innentől kezdve már nagyon ingoványos talaj, én például azt a nagy garral hirdetett, ugye leopárd tankok és egyéb eszközök vásárlását, azt én igen kételkedve fogadom két szempontból. Egyébként a orosz-ukrán háború ezt bizonyítja. Tankokat, drónokkal, helikopterekkel távolról ki lehet lőni. Rendkívül feleslegesek. És ráadásul abban a darabszámban pedig hát igazából nem képesek valódi erőt képviselni. Tehát ezt például én egy elhibázott koncepciónak tartom, és ez elég sokba kerül. Ha 2018-ban azt mondták, hogy 3500 milliárd forintot fognak haderőfejlesztésre fordítani. Ez mai, ez már 5000 milliárd mai árfolyamon számolva. De soha nem mondták meg azt, hogy oké, ennyiért szerzünk be eszközöket. De mennyibe kerül ezek üzemben tartása, mennyibe kerül ezeknek a, hát a nagy javítása, mennyi, hány ember kell hozzá és milyen képzettségű. Ugyanis egy ilyen beszerzésnél ezek döntő szempontok. És mindemellett azért tegyük hozzá az emberi tényezőt, hogy itt toborzásról beszélünk, amikről azért lehetett olvasni cikkeket, hogy ezek a számok, vagy az ott megjelent tömeg azért az kétséges volt. Tehát olvashatunk olyat, hogy felvezényeltek mondjuk katonai iskolába járókat, hogy ott sok embernek tűnjön. De hogyan lehet motiválni a fiatalokat, hogy egy ilyen típusú pályát választanak? Mert azt gondolom, hogy nem csak a pénzzel. Tehát az, hogy valaki effektíve mondjuk kockára tegye az életét, tehát úgy toborozni, hogy közben a szomszédunkban háború zajlik, ugye ezt ne felejtsük el, sokkal nehezebb, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én tisztességgel megmondom, hogy nagyon nehéz rá választ adni. Én korábban abban hittem, hogy olyan módon kell bemutatni a katonai pályát, hogy technikai iránt érdeklődő emberek, a emberi kapcsolatok iránt érdeklődő emberek, és tényleg nem csupán a pénz, bár az is fontos, és főleg a kiszámíthatóság.
hogy tudjam, jó, elmegyek tisztiskolára, tiszt leszek, kimegyek valami NATO beosztásba, hazajövök, parancsnok leszek, leszek valaki. Tehát ezek az alapfeltételek, amelyek kellenek ehhez, és ezt ingatták meg tulajdonképpen ész és értelem nélkül. Tehát pontosan ellene hat annak a kinyilvánított szándéknak, hogy erősíteni valahogy a toborzást. Nekem a kedvenc témám egyébként a önkéntes tartalékosok, akiket én önkényes tartalékosoknak nevezek, mert nem tudja a magyar közvélemény, itt arról van szó, hogy azok a katonák és rendőrök, akik elmentek korábban nyugdíjba, de korhatár előtt, egyébként jogszerűen, azoknak a jövedelmét személyi jövedelemadó hatálya alá helyezték, és azt mondták nekik, hogy vagy eljössz tartalékosnak, és akkor nem vonjuk az eszélyát a nyugdíjadból, vagy levonjuk. Hát persze több ezeren azt mondták, hogy hát akkor megyek, és akkor komolyan magas képzettségű emberek is őrt állnak a laktanya udvarán. Vigyáznak az épületre. De ezek az önkéntes tartalékosok. Jó, akkor kérdezek civil kérdést. Igen? A szomszédunkban háború zajlik. Biztonságban vagyok? Nem. Nem vagyunk. Magyarország 7 országgal határos. Ebből 5 azonos szövetségi rendszerben van. NATO és EU. Ausztria csak EU tag, de a másik 4 nem csak EU tag, NATO tag is. 2 ország marad. Ukrajna és Szerbia. Mindkettő eléggé zűrös háttérrel. Koszovó, Albánia, Bosznia-Hercegovina, ott pedig Oroszország és az egész világ. Ha valami fontos lenne Magyarországnak, mindent megelőzően, hogy azt segítse elő, hogy ez a 2 ország, most nevezetesen Ukrajna, minél hamarabb kerüljön be ebbe a szövetségi rendszerbe. És itt nem csak az Európai Uniót értem, a NATO-t is értem. Az Európai Unió csatlakozás elindul. 10 év lesz. Ugyanolyan feltételeknek kell megfelelni Ukrajnának, mint a többi csatlakozó államnak. De a NATO is ott van. Erről ugye azt szokták nekem mondani, de hát a NATO nem vesz fel olyan tagállamot, amelynek a határa bizonytalanak. Ezt nem szokták mondani, ez szabály, nem? Nincs ilyen szabály. És megtörtént. 1955-ben a NATO fölvette a Német Szövetségi Köztársaságot a tagjának, miközben akkor az NSZK még nem ismerte el az Oder-Neisse határt. Csak 15 évvel később, 1970-ben. Tehát nem csak, hogy nem szabály, hanem volt rá precedens. Nyilván egy ilyen akkor fordulhat elő, hogyha kialakul valamilyen demarkációs vonal, és valamiféle stabilitás alakult ki. De hát pontosan látni kell, nekem az életem egyik legnagyobb csalódása Oroszország. Én tényleg hittem benne. Én tényleg hittem abba, sok millió vagy 10 millió más európaival együtt, hogy ők is elindulnak egy olyan úton, a maguk sajátos útján, ami valami közeledés jelent és integrációt. A gazdasági kapcsolatok révén minden. És akkor ott ültem 2007-ben Münchenben a biztonsági konferencián életemben először a Bayerische Hofban, bal oldalamon Kissinger ült, jobb oldalamon a szingapúri külügyminiszter, hogy, és Putyint hallgattam. És döbbenten ültem. 2007. 2007-ről beszélek. És odafordultam a Kissinger professzor úr, ez mi? Ebből még nagy baj lesz. Soha nem felejtem el. És elindult egy folyamat. És egyszerűen képtelen volt a világ megérteni, hogy ez óriási változás lesz. 2008-ban a Ukrajna és, először emlékszik a magyar közvélemény, és Grúzia NATO csatlakozása napirenden volt a NATO csúcson. És nem tudtak megegyezni a nagyhatalmak, mert kisebbek sem. Ezért kiküldtek egy bizottságot, még Bush volt az amerikai elnök, Condoleezza Rice, Merkel, Kaczynski, aki meghalt a repülőgép balesetben, Gordon Brown, a francia külügyminiszter és én a magyar honvédelmi miniszter, hogy fogalmazunk meg valami álláspontot. Egy kompromisszum álláspont kialakult, azt el is fogadtuk. De már akkor lehetett tudni, ez 2008, hogy figyelni kell erre. Ez ott volt 2014. Hát már akkor eldőlt a dolog. Hát
nem, Magyarországhoz amire kapcsolódik nem a dolog. Európa. Igen. 1994. december 5-én, ott voltam az aláíráson, az én emlékszem a pontos dátumra, itt Budapesten az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország és Ukrajna aláírt egy megállapodást. Itt Budapesten, ez a budapesti megállapodás, hogy Ukrajna átadja az oroszoknak a teljes nukleáris védelmi arzenát, ez a harmadik legnagyobb volt a világon. Cserébe ezek az országok garantálják a területi épségét. Egy hónap múlva Franciaország is aláírta, tehát a biztonsági tanács minden tagállama. Minden tagállama. Oroszország is aláírta. Akkor mi történt akkor a krími elfoglalásnál? Miért nem reagált erre Európa? És mi történik most egyébként a szomszédunkban? Mert hogy most éppen ugye az év utolsó heteiben pont arról szóltak a hírek, hogy hát Amerikában ez belpolitikai kérdés, és gyakorlatilag olyan, mintha elengedni innentől kezdve a világ Ukrajna kezét. Elég nagy baj lenne. Először is tényszerűen az ukránok visszafoglalták a korai periódusban elfoglalt, oroszok által elfoglalt terület 50%-át. Erről nem szól a magyar nyilvánosság. Ugye én azt szoktam mondani, hogy magyarul beszélő orosz propaganda zajlik, tehát tényszerűen. És megmaradtak, talpon maradtak. Nagyon nehéz körülmények között, nagyon sok ember eljött Ukrajnából, nagyon kinkeserves a dolog, de hát mindenki azt gondolta, hogy össze fognak roppanni. Kitartottak. Európa elemi érdeke, hogy stabilizálódjanak, és valami elfogadható megoldást lehessen találni. Nézze, az igazság, hogy volt még egy érdekes dátum, ami legjobban rávilágít az orosz szándékokra, ami szintén egy csalódás. Ez 3 hónappal az invázió előtt, tehát 2021. október-novemberében történt. Nem olyan régen. Oroszország 2 dokumentumot terjesztett, egyet az USA-hoz, másikat a NATO-hoz, hogy legyen ő úgy európai biztonsági rendszer, és példátlan módon másnap nyilvánosságra is hozta. Még csak tárgyalni is lehetett róla. Nagyon érdekes volt. Mit mondott Oroszország Amerikának? Egyezünk meg abba, hogy mindenki csak a saját területén állomásoztat atomfegyvereket. Nagyon szép, nagyon látványos, csak hogy. Ez azt jelenti, hogy Európából ki kell vonni az amerikai fegyvereket, az oroszok itt maradnak, sőt, Kaliningrádban, 80 kilométerre Berlintől, ott maradnak az orosz atomfegyverek. Hát egyoldalú előnyszerzés. A középhatóságú rakétákat vonjak ki, a szárazföldieket mindenki. Rendben, nagyon látványos. Balti-tenger, Fekete-tengeri flottában, ott maradnak az orosz atomfegyverek. Még cifrá volt a NATO-nak tett javaslat, hogy 1997-ig csatlakozott NATO tagállamok hadseregei nem tartózkodhatnak az azután csatlakozott államok területén. Vagyis a 12 vagy 11 ország, akkor 11 volt még, nem kapja meg a biztonsági garanciát. Ez Oroszország most. Elég sajnálatra méltó. Stabilitást mond, igazából ez egybecseng a kormányzati kommunikációval, vagy Orbán Viktor kommunikációjával, mert ők nulltól azt hajtogatják, hogy legyen béke. Csak felteszem a kérdést, hogy oké, legyen béke, meg legyen stabilitás, de hogyan? Mert erre senki nem ad választ, hiszen egyik fél sem akar engedni. Én mást mondok, én azt mondtam, hogy ha kialakul valami demarkációs vonal a frontvonal helyén, nem tudom, hogy ez mikor alakul ki, nem tudom, hogy pontosan hol fog húzódni. Nyilván itt nagyon eltérőek a álláspontok, mind ukrán, mind orosz, mind európai vonatkozásban. Tehát előbb-utóbb ennek nyugvó pontra kell jutni, és akkor eljön egy történelmi pillanat. Akkor eljön az a pillanat, hogy lehet-e tovább lépni tényleg abba a stabilitás irányába. Orbán Viktor nem arról beszél, hogy integráljuk a saját szövetségi rendszerünkbe Ukrajnát. Hát arról nem. Hát pedig akkor lesz béke. Akkor lesz Magyarország biztonságban. 2024, hogyan látja, mi lesz a legnagyobb kihívás a magyar honvédelem, vagy a mi szempontunkból? Sok függ attól, hogy mi történik az orosz-ukrán fronton. Sok függ attól, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalálódik-e Irán révén. Kevésbé foglalkoztatja a magyar közvélemény, de azért mindig fel kell ráhívni a figyelmet, hogy ott van egy rendkívül kockázatos tényező.
gyönyörű ország, csodálatos emberek és kultúrával. Én egyszer volt szerencsém turistaként bejárni, de hát a vezetése tulajdonképpen teljes mértékig elutasítja azt az európai, észak-amerikai világot, amit zsidó-keresztény kultúrának neveznek, még Orbánék is. És ezt lenézi, ezt meg akarja semmisíteni. Hát ez egy olyan kockázati tényezőként lép be pluszba, amire a Magyar Honvédségnek készülnie kell. Tagja vagyunk egy szövetségi rendszernek. Ez a legfontosabb garancia. De ilyen esetben nem mindent kell fejleszteni. Magyarul 2024-ben én csinálnék egy áttekintést. Mik a legvalószínűbb kockázatok? Azokat hogyan lehet kivédeni, és a többivel nem foglalkoznék. És azokra koncentrálnék. Ez azt jelenti egyébként, pontosan meg tudom nevezni, a légtér totális ellenőrzése, és annak a zászlóinak, majd később dandárnak a felállítása, amelyik az egész, most már így kell, hogy mondjam, a keleti frontvonalon végighúzódna a NATO-ban, több nemzetiségű alakulatok lennének, tervek szerint Magyarország vezetésével a magyar hadseregre támaszkodva, amerikaiak, törökök, horvátok és németek vennének ebben az alakulatban részt. Minden országban létrejönne ilyen, a három balti államban, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországban, Romániában, Bulgáriában, és ez lenne, nevezük így, az első csapás, mi is csapást felfogó erő. Én erre koncentrálnék, nyugalmat teremtenék a hadseregben, további személycseréket nem engedélyeznék, és a vezérkari főnök pedig ne propagandát csináljon, mert nem ahhoz ért, ez egy jó tábornok volt. Debreceni parancsnokként ismertem. Csinálja, ami a dolga. Szegeres Imre, köszönöm. Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő a vendégem, köszöntöm. Kezét csókolom, köszönöm a kívást. Az előző beszélgetésben Szekeres Imrének volt egy elég erős mondata, amikor rákérdeztem arra, hogy civilként én itt Magyarországon belül biztonságban vagyok-e, ő egyértelműen rávágta, hogy nem. Ön hogy látja? Milyen szempontból értjük a biztonságot? Tehát, hogyha mondjuk politikai biztonságot nézünk, vagy katonai biztonságot, vagy környezetvédelem szempontjából biztonságot, sokféle területe van. Hát ugye hivatalosan a szakirodalom szerint 5 területet vizsgálnak. De most akkor, ha biztonságot beszélünk, általában a katonai biztonságot szokták alatta érteni, és hát a mai világban inkább erről beszélnek, tekintettel arra, hogy sajnálatos módon egyre több helyen van háború, és hát nyilvánvaló, hogy egy orosz-ukrán háború hozzánk azért meglehetősen közel van, de én nem hiszem azt, hogy bármelyik ország részéről, akár Ukrajna, akár Oroszország részéről mondjuk a NATO országokat támadás érne, tehát ebből a szempontból biztonságban vagyunk. Ha másik oldalon nézzük meg a kérdést, nevezetesen hogy abból az irányból, hogy milyen a felkészültsége mondjuk a Magyar Honvédségnek, akkor azt lehet látni, hogy az átfegyverzés időszakában vagyunk jelenleg. Az azt jelenti, hogy az újakat még egyrészt nem kaptuk meg, nagyon sokat nem kaptunk még meg, hát ez terv szerint a szerződésnek megfelelően történik az átadás a németek részéről, illetve a magyarországi gyártás az meg még úgy várat magára, mert nem egy gyártás, hanem inkább összeszerelésről beszélünk, és ahhoz, hogy ezt mondjuk akár rendszerbe tudjuk állítani, vagy mondjuk el tudjuk adni külföldön, ahhoz azért kell egy referencia. Egy referenciánál azt szokták kérdezni, tessék mondani, hogy hol volt ez háborúban, hol használták, és mint tapasztalatok vannak. Hát, hogyha valaki meg akar venni ilyen eszközt, akkor nyilván meg akarja nézni azt, hogy hogyan mennyire megbízható, hogyan működik. Na most ezen a területen azért nem vagyunk rendesen felkészülve, mert ha bármilyen támadás érné Magyarországon, persze kérdés az, hogy honnan, akkor azért ehhez a felkészültségünk a jelenlegi az nem elegendő. Hát tekintet, hogy NATO, illetve semleges országokkal vagyunk körülvéve, kivétel Szerbia és Ukrajna. Szerbia esetében ugye azt tudjuk mondani, hogy viszonylag jó a kapcsolat, de az a szerb haderő az ország méretéhez képest jóval erősebb, mint a mi haderünk az ország méretéhez képest. Hát Ukrajna esetében pedig nyilván nem fog megtámadni bennünket, mert szépe sincsen. A NATO-t illetően van egy garancia, tehát én úgy gondolom, hogy emiatt is biztonságban vagyunk. Most Ukrajna oké, hogy mondjuk esetleg nem akar megtámadni minket, de azért ne felejtjük el, hogy ott egy háború zajlik egyrészt. Tehát, hogy nyilván sokan ettől
tartanak, hogy ez a háború eszkalálódhat, ugye megtanultuk ezt a szót, sajnos átterjedhet hozzánk. Másrészt, és kíváncsi vagyok a szakmai véleményeire erről is, Szekeres Imre például úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi haderőfejlesztéseknek szerinte egy jelentős része teljesen felesleges, mert mondjuk a légvédelemre kellene koncentrálni, vagy egyéb területekre. Koncentrálunk a légvédelemre, megvettük a NASAMS rendszert az Amerikai Egyesült Államoktól. Ugye először volt egy olyan kormányzati nyilatkozat, hogy hát nem kapjuk meg, de nekünk nem is kell, hát közben a szerződés azért igencsak előkészítés alatt volt, az egy rendkívül korszerű rendszer, amerikai és norvég gyártmányú, rendkívül érzékeny és nagyon jó radarral, ehhez való rakétákkal. Tehát, hogyha ez rendszerben, de még nem állt rendszerbe, tehát akkor azt mondjuk, hogy ha rendszerbe áll, akkor az jó lesz. Ez körülbelül olyan, mint amikor a ukránok mondják azt, hogy mi már rendelkezünk ezzel meg azzal, hát mondjuk nem biztos, hogy még rendelkeznek, vagy nem elegendővel. De a helyzet az, hogy hát itt két területen van probléma, ami a magyar védelmi rendszert illeti. Az egyik a haditechnikai eszközök beállítása, a rendszer beállítása, a másik pedig a humán erőforrás problematikája. Ez nagyon divatos kifejezés, az a humán erőforrás. Magyarul nincs elegendő katona, nem jelentkeznek sokan. Ebbe nem csak az van benne, most ugye nem emelték a fizetését a rendőröknek és meg a katonáknak is, ebben nem csak a fizetés van benne, hanem az egyéb körülmények. Tehát az azt jelenti, hogy aki jelentkezik, az olyan feltételekkel kell, hogy belépjen, hogy bárhol elhelyezhetik. Most képzeljünk el egy családos embert, akinek azt mondják, hogy most akkor két hónapig az ország másik végébe fogsz dolgozni, utána lehet, hogy azt fogja mondani, és sajnos ez a tapasztalat, hogy köszönöm szépen, ezt nem vállalom. Most ugye, ha már belépett, akkor két lehetősége van, vagy marad és vállalja, vagy azt mondja, hogy a viszontlátásra. Elég sokan mondták azt, hogy viszontlátásra, és ott hagyták a sereget. Na most ugye voltak ezek a határvédelmi feladatok is, ami most csak részben van, csak logisztikai szempontból. Alapvetően ugye ezt a rendőri erőkkel oldják meg, ott is súlyos problémák vannak. Tehát humán erőforrás tekintetében vannak gondjaink. Mind a két probléma, amit felvet, olyan probléma, ami azért nem oldódik meg csettintésre. Tehát itt minimum hónapokról, de inkább évekről beszélünk. Az biztos. Egy biztos, mert egyrészt felkészültség is szükséges. Tehát a mai haditechnikai eszközök között nagyon komoly felkészülés kell. Hát hogyha most ugye látjuk azt, hogy miket kaptunk a németektől, ugye akár a önjáró taraszkokat, vagy pedig a harckocsikat, amik közül már néhány beérkezett, illetve korábban a régi típusból hoztak ide azzal a céllal, hogy kiküldetés folytassanak rajta, ez még nem jelenti azt, hogy rendszerben van. Tehát ehhez biztosítani kell. Hogy aztán most milyen ütemben adják a németek, az egy megint más kérdés, mert ugye hát mi kistétel vagyunk, ami a rendelést illeti, hát az oroszok azért, az olaszok sokkal többet rendeltek. Tehát nyilván egy gyárnak is az az érdeke, hogyha rááll egy sorozatgyártásra, akkor legyen meg rá a vevő, és hogyha már megvannak a szerződések, lehetőleg minél nagyobb számban, annál jobb ez az adott hadiszemnek. És hát nyilvánvalóan a németek is úgy vannak vele, hogy politikai szempontból mostanában azt szokták mondani, hogy első Ukrajna, második Ukrajna, harmadik a nagy megrendelők, illetve maga a német hadsereg, azt sem szabad elfelejteni, mert ott is kell pótolni eszközöket. Tehát mennyire történik időben a szállítás, az egy téma. A másik téma felkészülés, tehát hogyan tudják ezeket az embereket felkészíteni. A mai korszerű haditechnikai eszközök között komoly felkészülés kell. Tehát mondjuk 8 általánosan nem biztos, hogy ért a számítástechnikához, nem biztos, hogy tudja ezeket kezelni, és még akkor is, hogyha itt cserékről van szó, ugye manapság nem egyes alkatrészeket, hanem lókokat cserélnek, hát ez komoly tudás kell. Tehát magyarul technikusokra, szaktechnikusokra és mérnökökre van szükség. Na most ezek inkább elmennek polgári vállalatokhoz, mondjuk például az autóiparba, ahol hát szintén jó fizetnek, illetve sokkal jobban fizetnek, mint a hadseregbe. Számítástechnikai szempontból pedig ezek a nagy telefontársaságok szívják az embereket. És no, de pláne mondjuk utánpótlás sem nagyon van, hogyha egyébként mondjuk az oktatás területét vesszük, de ezt nem az is akarom, van, ezt nem van, is akarom ide keverni. Ez is benne. Látom a közszolgálati egyetemben, látom a motiváltságát az embereknek. Nem mondanám azt, hogy csúcson van, toppon van. Úgy látszik nagyon sok fiatalnál, hogy szétnéz, megnézi, és lehet, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, inkább még a polgári életbe. No, nézzük akkor a másik oldalát, hogy mindeközben milyen környezetben vagyunk, milyen biztonságpolitikai kockázatok vannak, és akkor nyilvánvalóan kezdjük az orosz-ukrán háborúval, hiszen az van hozzánk a legközelebb. Igen. Ez most hol tart, ön hogy látja?
Jelenleg ez a háború ott tart, hogyha egy év múlva itt leülünk beszélgetni, ami körülbelül téma lesz ez is, lehet, hogy más környezetben, de ez a háború egyelőre úgy néz ki, hogy nem fog rövid időn belül befejezni. Miért nem fog? Azért, mert egyik sem érte el a célját. Na most ezek a célok egymástól rendkívül messze vannak. Tehát amikor azt mondja Putyin, hogy nekem szüksége van erre a négy megyére, és egyébként pedig a Krimfélszigetre ne is tárgyaljunk, mert nem tárgyalási alap, azt mi nem adjuk vissza. A négy megye esetében pedig ugye még mielőtt befejezték volna a harcokat, és még nem fejezték be, arról van szó, hogy törvényileg már ez Oroszországhoz tartozik. Tehát itt alaptörvényt kellene változtatni, hogy ez teljesüljön ez az óhaj. Nyilván folytatni fogják az oroszok ezt a dolgot. Tehát amikor azt halljuk, hogy már tavaly már be akarták fejezni az oroszok ezt a háborút, ez egy mesének jó, de a valóságban ez alaptalan, illetve nagyon kevés alapja van, akkor esetleg lehetett volna tárgyalni, az ukránok azt mondják, hogy oké, rendben van, mi ezeket visszaadjuk mindent, odaadjuk, nem vissza, odaadjuk Oroszországnak. Na most a ukrán elképzelés az egy kicsit vadabb, hiányzik belőle teljes mértékben a kompromisszumkészség, és ők azt mondják, hogy az összes területet kérjük vissza, vagy foglaljuk vissza erőszakkal, most ettől pedig igen nagyon messze vannak. Tehát erre merem alapozni ezt a kijelentést, hogy az háború folytatódni fog 2024-ben, talán tavasztól újabb intenzitással, ez attól függ, hogy milyen a nyugati támogatás. Na most tapasztalhatjuk azt, hogy a nyugati támogatás azért többé-kevésbé akadozik, Vannak problémák, gyártási problémák. A nyugati hadipar nem árt át hadigazdasági termelésre, mint tették ezt az oroszok, tehát azt jelenti, hogy három műszakban dolgoznak. Nyugaton maradt az, ami háború előtt volt, azt mondják, hogy itt nincs háború, és hát ahhoz viszont ott is át kellene állni jó néhány helyen. Ez a gazdasági oldala, a hadigazdasági oldala a dolognak. A másik tudjuk azt, hogy november 5-én választások lesznek az Egyesült Államokban, tehát itt megy a adok-kapok, vita, kik így győz le, mi az elsődleges a menekülteknek a kezelése, ugye akik jönnek Mexikóból halálosan nagy számban, tehát nagyon nehéz a kezelése, vagy pedig azt mondják, hogy kevesebb figyelmet fordítunk ezekre, és inkább Ukrajnát fogjuk támogatni. Ebbe a két fél között egyetértés egyáltalán nem mutatkozik, és én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit azért csökkenti azt a lehetőséget, hogy adjanak több fegyvert Ukrajnára. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, és ez tény, hogy nem csak Amerika ad fegyvert. Ugye tudjuk azt, hogy a Rammstein-i folyamatban, a Rammstein-i értekezleteken történnek a felajánlások, és itt kb. 60 ország tesz különböző felajánlást, és ebben azért nem a legszegényebb országok vannak, tehát képesek akár haditechnikai eszközt biztosítani, vagy mondjuk, mint a japánok pénzt adnak. Pénzért meg lehet vásárolni azt, amit éppen akar. Tehát azért más országok részéről is vannak támogatásokat, akik meg azt mondják, hogy ők nem, lelkük rajta, ebben benne vagyunk mi is, ugye mondtuk, hogy mi nem akarunk adni támogatást, legalábbis fegyverek vonatkozásában, én csak csembe érzem meg, hogy mit tudnánk adni. Nincsen. Nekünk nincs olyan fegyverünk, amiket oda tudnánk adni, legalábbis nagyon kevés, és nem feltétlenül erre van szükség. Na most, ha az ukránok megkapják a HIMARS-okhoz a nagyobb lőtávolságra is alkalmas eszközöket, lőszereket, akkor az azt jelenti, hogy akár 300 km mélységben is el tudnak lőni. Ezzel gyakorlatilag tönkre teszik a orosz logisztikai ellátást. És azt sem szabad elfelejteni, hogy most milyen időszakot élünk, most tél van. Tehát ilyenkor a szárazföldi támadások meglehetősen kockázatosak. Ugyan, ha meg van fagyva a föld, akkor lehet harcokat folytatni, de most azt lehet látni, hogy mivel kevesebb a támogatás Ukrajna számára, ők inkább védelemre rendezkedtek be, és próbálják megállítani az egyébként rendkívül lassan előre törő orosz csapatokat, és most nagyon finom voltam, és udvarias, mert a helyzet az, hogyha megnézzük az orosz képességeket, akkor nem kéne tartani. Tehát, hogy a négy megyét még nem tudták elfoglalni azzal az erővel, amit bevetettek, pedig van nekik még tartalék, és tudnának, ha akarnának, nem akarnak. Ők is szépen lassan, nem kell kapkodni ezzel a dologgal, meg lehet látni pont a legfrissebb intézkedések alapján, hogy kíméljük az orosz állampolgárokat. Tehát ne oroszokat alkalmazzunk, hanem jöjjenek a fák tagállamából, fizetünk nekik, és ettől kezdve az orosz lakosságot, az orosz nemzetiséget annyira ez a háború nem érinti. Ugye nem is beszélünk háborúról, hanem különleges műveletekről. Na most, ami a ukránokat illeti, hát ott tényleg nem csak a technikai eszközökkel, hanem az emberekkel is gond van, tehát nincs elég ember. Látszik azokon az intézkedéseken, hogy akár az utcán is összefogdossák az embereket,
vagy volt egy olyan elképzelés, hogy akik elmentek nyugatra, azokat vissza kellene hozni, hát ebben meg a nyugat nem megy bele. Tehát a németek nem fogják a menekülteket kiadni. Nem illik a német politikába bele, tehát ebből nem lesz semmi. Én úgy látom, hogy ez alacsonyabb szinten, de tovább növeli a háború lehetőségét, és ezért tavasszal ismét bekövetkezik azt, hogy esetleg az ukránok indíthatnak nagyobb műveleteket, ha beérkeznek harckocsik, amire ígéretet kaptak. Nem biztos, hogy ez be fog következni, viszont az F-16-osokat úgy néz ki, hogy megkapják, nem csak az amerikaiaktól. Tehát ne felejtsük el, hogy több ország is felajánlotta a haditechnikai eszközöt Ukrajnának, hogy aztán ezek milyen ütemezésben érkeznek be, hogyan tudják szolgálatba állítani, hogyan tudják ezeket használni az ukránok, akiknek azért elég kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kiképzés befejezzék, ez egy más kérdés, ez is benne van a pakliba. No, ez akkor a szomszédunkban zajló helyzet, de mindeközben ugye Izraelben is helyzet van, sőt, van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy igazából Xi Jinping kínai elnök szilveszteri beszédéből szinte üzenetként kiolvasható, hogy Tajvannal is gond lesz, vagy ott is konfliktus lesz 24-ben. Ön hogyan látja? Lehet, háborút nem tudok elképzelni, tehát a kínaiak nem háborúznak, de provokálnak. Tehát azért nekik nem mindegy az, hogy Tajvan hova tartozik. Szeretnék, hogyha a kapcsolat szorosabb legyen. Ők ugyanúgy tekintik, hogy Tajvan az a kínai népköztársaság része, tehát saját országunkat nem támogatjuk, vagy nem támadjuk meg. Hát ezt másképp látják Európában, meg másképp látják mondjuk akár a magyar médiában is. Én nem hiszem el azt, hogy Kína itt nagy támadás hajtana végre Tajvan ellen, de mindenképpen ügyelnek arra, hogy lehetőleg ne nagyon illeszkedjen be a nyugati rendszerbe. Tudjuk azt, hogy milyen értékes ásványi anyaguk vannak ott, mennyire fontos Tajvan kérdése, nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is, de hát ugye ami fontos és veszélyesnek tartom a jelenlegi helyzetbe, és megmerem kockáztatni, hogy veszélyesebb az egész közel-keleti helyzet, mint az orosz-ukrán háború, ezt azért merem kijelenteni, egyrészt ismerem a térséget, mert szolgáltam ott, és tudom azt, hogy mi újság van Izraelben, hogyan fogják fel ezt a kérdést. Tehát nincs jelenleg semmiféle politikai elgondolás a jövőt illetően. Jelenleg Izrael vezetés, amivel hatalmas nagy ellentétek vannak, hatalmas belső problémák vannak, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, csak arról, hogy Gázában most hány embert ölnek meg, hát ez már 22 ezer fölött van, tehát nagyon sokat. Arról keveset beszélünk, meg ők is, hogy mi a megoldás. Most ők úgy gondolják, hogy nem felel meg az, hogy nemzetközi erőket vezényelnek oda, tehát akár ENSZ, vagy akár egyéb más erőket, nem felel meg az, hogy az abbaszféle Fatah uralja ezt a területet, mert azt mondják, hogy nem lesz Fatahsztán és nem lesz Hamasztán a jövőben. Tehát magyarul bemarad az izraeli haderő egy csökkentett számmal, létszámmal, ami azt jelenti, hogy állandóan folyamatosan fogják őket támadni. Tehát itt egy alacsony intenzitású konfliktusra nyugodtan be lehet rendezkedni a jövőben. Na most azt mondják, hogy ezt a lakossági problémát, kis probléma, ugye több mint 2 millió emberről van szó, adjunk nekik enni, kapjanak gyógyszert, és lehetőleg ne homokba aludjanak, meg a betegeket ne a földön fektessék az épületen kívül, hanem valami kórházi létesítményt hozzanak létre. Na most azt mondják, hogy ezt oldják meg az amerikaiak, vagy oldják meg az európaiak, illetve oldják meg azon arab országok, amelyek úgy táncolnak, ahogy az izraeli vezetés szeretné. Na most ez egy irreális elgondolás, tehát én ezt az egész izraeli kormány elgondolása, szabad elgondolásnak nevezik, de inkább ötletelésnek hívnám, nem lehet megvalósítani a gyakorlatba. Na most ugye szó van a két állam kérdésére, amit az amerikaiak erőltetnek, hallani se akar róla az izraeli vezetés. Tehát ettől kezdve ennek a kérdésnek a megoldása várat magára. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik, és ami veszélyes, az, hogy ez a konfliktus kezd eszkalálódni nagyon szépen. Ugye látjuk ezt a libanoni akciót, amivel ugye most a Hamas vezető helyettesét, ő a egész Cisjordán területeken folyó katonai műveletekért felelős, még egyébként egy nagyon jól ismert ember, sok nemzetközi közvetítésben is részt vett, például a Gilad tizedesnek a kiszabadításáért, ugye ő kiharcolta azt, hogy az izraelek engedjenek szabadon 1000 palesztin foglyot néhány évvel ezelőtt. Tehát nem kis pályás játékos, akit most ugye egy célzott, nagyon pontosan megszervezett csapással kiiktattak valahogy, így szokták mostanában mondani. Magyarul megölték, tehát a három emletes épületen belül az irodájuk volt, azt szétvágták. És ugye ott még a vezetőn kívül még másik 6 ember is meghalt, de hát ez járulékos kár, ilyenkor azt szokták mondani, csúnyán hangzik, de ezt szokták mondani. Na most ez úgy néz ki, hogy eszkalálja a helyzetet. Kérdés az, hogy hogyan döntenek
Nagyföldön, mármint Iránba, hogy mennyire fogják ezt megbosszulni. Lehet, hogy nem holnap, meg holnap után, meg nem a jövő hónapban, hanem valamikor később, és azt fogják mondani, hogy hát ez ezért volt, ha nem tudnátok, hogy nem kellett volna megölni ezt az embert. A helyzet az, hogy a libanoni front az meglehetősen veszélyes. Még akkor is, ha néha olvasunk, vagy hallunk olyan kijelentéseket, hogy a Hezbollah nem érdekelt abban, hogy Izrael ellen támadás hajtson végre. Igen, ám probléma az, hogy ezt nem a Hezbollah dönti el. Hezbollah támogatást kap, és hogyha támogatást nem kap, akkor kellemetlen helyzetben van. De azt is mondják, hogy Iránnak sem érdeke egy egész közel-keleti konfliktus. Közel-keleti konfliktus nem érdeke. Nyilvánvalóan nem érdeke, mert itt van egy síta-szunita játék, látjuk a teheráni, illetve az iráni robbantást, ami most történt néhány nappal ezelőtt. Abból azt következtetés lehet levonni, hogy ő nagy közel-keleti háborút nem akar, és ha visszagondolunk a közel-keleti háborúk történetében, ezt nem Irán kezdte általában, például irak-iráni háborút egyértelműen Saddam Hussein kezdte, tehát ezen nincs mit vitatkozni. A helyzet az, hogy az iráni vezetésnek a fő ellensége, mint tudjuk, Izrael, tehát ők kibékíthetetlen ellentétben vannak, de ahogy láttuk a mostani temetésen történt robbantást, amiben több mint 100 ember meghalt, elég kicsi volt azért a visszhangja ennek, de nem Izrael hajtotta végre, és nem az Egyesült Államok hajtotta végre, hanem egész konkrétan tudjuk, hogy az iszlám állam valamelyik leányvállalata, és ebben nagy esélye benne van az, ami jelenleg Afganisztánban van. Tehát itt azért belső ellentétek is vannak. Itt érzékelhető, és ez egy vallásháború is. Tehát itt érzékelhető a síta-szunita ellentét, és tulajdonképpen ez a robbantás is, ami nem egy volt, hanem kettő, erre vezethető vissza. Végszóra, Európában hogy látja a biztonságpolitikai helyzetet, különösen annak tekintetében, hogy ugye az izraeli konfliktus, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert ez háborúnak számít. Az izraeli háború. Már túl vagyunk a konfliktuson. Az izraeli háború kapcsán azért Európában többfele láttunk antiszemita megmozdulásokat. Számítani kell erre 24-ben, hogy terrorcselekmények, vagy bármi teljes mértékben egyetértek. Terrorcselekményekkel kapcsolatban én nekem fenntartásai vannak, mint a szilveszter előtt is megmondtam, hogy itt nem lesz nagy, nincs szervezet, ami ezt végrehajtaná. Tehát a szervezet elsősorban interneten keresztül próbálja a embereit, a híveit motiválni arra, hogy hajtsanak végre támadást, de ezek a támadások általában nem nagy robbantással, vagy komoly fegyverek bevetésével járnak, hanem úgynevezett magányos merélők hajtják végre, ami nem kellemes, ha valakit nyakon szúrnak, tehát ez természetes dolog. De a helyzet az, hogy erre számítani kell, nem csak Amerika Egyesült Államok, ott különösen, de Európában is. Tehát itt elsősorban Franciaország, Németország eléggé kitett, de hogyha megnézzük a szilveszteri felkészülést a német hatóságok részéről, amit ugye itt Magyarországon is lehetett, hogy hú, micsoda merjelt van, nem várható. Itt olyan felkészülést csináltak a németek, hogy begyűjtötték az embereket, ahol lehet. A 16 tartományból 6-ba lehet, de ez az úgynevezett adminisztratív őrizetbevétel, akiről tudják, hogy sáros az illető, de nem tudják bizonyítani. Na most a bíróságnak kellene az engedélye hozzá, hogy legyen, és akkor azt mondja a bíróság, hogy tessék letenni a bizonyítékot, ha maguk ezt őrizetbe akarják venni. Na most attól függetlenül nagyon sok ember van, akik a radikális vonalhoz tartoznak, ezeket próbálják ösztönözni, és hát nagyon sokan vannak, akik érzelmileg is kötődnek a palesztinokhoz. Nem beszélve arról, hogy palesztinok is vannak ugye Nyugat-Európában, tehát ennek következtében számolni kell azzal, hogy merényleteket hajtanak végre. Ez lehet gyengébben védett pontok, puha célpontok ellen, illetve zsidó létesítmények ellen. Hát meg kell nézni, hogy hány helyen vannak zsidó létesítmények, ezeket megtámadhatják. Kis Benedek József, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megkívás.